Sziasztok, adok egy kis helyzetjelentést. Október 19-e van hétfő, és itt az átépítés a Haller utca környékén, a kettes villamos. Hát a villamos még nem közlekedik. Egyébként már a delta vágány is egész előre haladott állapotban. Nem tudom, hogy mennyire látszik az, hogy közelebb most nem tudok menni, mert itt a munkaterület. Ez, szerintem ez egy október végére át is lesz adva. Itt van az új vágánykapcsolat, és arrafele meg már a régi is visszaépült. Azért itt még van mit dolgozni, de már főleg a közúton dolgoznak, hogy a villamosinak azok úgy látod, itt már rendben nem vannak rakva. Oda még be tudunk esni, hát az idéglenes végállomás még mindig ott van. Dolgoznak, és hát itt a közúton a sáv is még épül. Viszont ez itt a lényeg, emiatt volt itt a egy átépítés, itt a vágány kapcsolatok közvetlenül lehet kimenni a keleti felé, illetve a keleti felől közvetlenül lehet így a Boráros téli a Jászai fele menni. És itt már ugye, ágyazat minden megvan. Felső vezeték az még nincsen, de hát az nyilván az a cél egyenesre fog kiépülni. Viszont itt a villamospálya már megvan, csak a közúton dolgoznak. Ja, idéglenes végállomást azért még megnézem, bár itt a arrafele pályafelújítás nem történt. És hát szóval ez eddig lett megcsinálva a pálya, innen sökkel zajlott a felújítás, és egészen tovább. A vágányzár az még mindig megvan, a villamos innen indul. Na itt még soha nem szálltam fel a villamosra, úgyhogy most felfogok. Igazából ez nem nagy táv, le is lehetne gyalogolni, de hát egyszer ki kell próbálni. Most már itt az idéglenes végállomást is, úgyhogy innen majd villamossal megyek. És akkor ez a kis rövid beszámoló itt a Halleri építkezésről ez ennyi lett volna. Elmegyek a villamossal vissza a Boráros tér fel, aztán meg majd meglátjuk, hogy onnan hova. Itt egy pótlóbusz, ugye hív se jár még mindig, azt is busszal kell pótolni. És ilyen sárga balánbuszok pótolják még mindig. Akkor ezzel a képpel búcsúzok, és innen köszi, hogy megnéztétek ezt a videót is, és találkozunk a következőben. Sziasztok!